amiről belefutottam egy sztoriba, és úgy gondoltam, hogy ezt megosztom veletek. Az interneten böngésztem, és egy Facebook csoportban éppen az építőperi szégyen falba sikerült belebotlanom, és a téma a dilatáció volt. Részletesen meg fogjuk nézni, hogy mi hangzott el, hát kész kabaré, ment az adok kapuk, pedig nagyon jó hozzászólások voltak, és meg vagyok róla győződve, hogy jó szakemberek, jó szándékkal próbáltak jó tanácsot adni embereknek, a történet onnan indult, hogy Miklós feltett egy kérdést, hogy két helységet szeretne leburkolni, úgy, hogy az egyikből a másikba átfut a burkolat, nem szerette volna megszakítani, nem derült ki, hogy ő szakember, vagy műkedvelő, vagy éppen rákényszerült, hogy otthon burkoljon, de szerintem mindenki számára világos volt, hogy mi a kérdés. Egyébként nem kellett sokat válaszolni a válaszsal, valaki röhögő fejjel kommentált, de volt például Attila, aki nagyon jó választ adott, egyértelműen megmondta, hogy nem ajánlja, hogy egyben legyen leburkolva, mindenképpen tegyen burkolatváltót. Úgyhogy ő kapott is egy piros pipát a jó válaszért, köszönjük neki ezúton is. Azonban nem mindenki értette ezzel egyet, és aztán szép, lassan elszabadul a cunami. Miklós megkérdezi, hogy miért. Attila válaszol neki azért, mert a parkettának mozgásra van szüksége dilatációra. Elfogadjuk válaszként, helyesen a szakmában dilatációnak, mondjuk, de ezen ne vesszünk össze. Miklós nem érti a dolgot, nem baj az, kérdezni lehet, azt kérdezi, hogy a falak mellett körbe-körbe levő dilatáció nem elége. Meg fogja kapni a választ, valaki mondja, például éppen Attila, hogy neki bizony el kellett már vágni a bentlevő parkettát az ajtónál, mint ahogy mi is annak idején jártunk, neki éppen kettő és fél centit emelte ki a a magát. Mindenki ugye a maga kárán tanul, próbálja megosztani a tapasztalatokat. Valaki szintén kérdez, és jót kérdez azonban nagyon nehezen akar ez átmenni, és természetesen megjöttek a mindenkinél is többet tudok. Német István németországi gyakorlattal azt mondja, hogy nyugodtan rakja le, nem lesz semmi baja. Németben rengeteg lakást lerakott, hát ettől a haja mégnek áll, ettől a hozzáállástól. Hát azt, hogy valaki 30 évig rosszul csinálta, az semmire nem garancia. És nem kellett sokat várni arra, hogy a rossz példát valaki még képpel is illusztrálja. Ezen a képen az látható, hogy a két szoba parkettája egyenlőre rendben van, hasonló. Lehet itt az igény, át kell futtatni a burkolatot, sikerült is, a küszöbnél átmegy, körbefordul, nem kis művészet ezt megcsinálni, azonban megítélésem szerint az idő előbb-utóbb igazságot tesz, és komoly bajok lesznek. Gábor mondja, hogy 30 négyzetméter felett erősen ajánlott a dilatáció, és sajnos itt ez egészen biztosan nem valósult meg. Nem is feltetlen a 30 négyzetméter volt a probléma, hanem egy rendkívül tagolt és bonyolult felület jön létre. Úgyhogy Viktor tanácsa miatt fogjuk a fejünket, az agyunk elkékül, és áthúzzuk, mert ez nem jó. Ha ilyen bonyolult szituáció van, előbb-utóbb megbosszulja magát, megemelkedik a parketta, befeszül, elkezdi karistolni az ajtólap, és számtalan problémának lehetünk majd a tanúi, hogyha ezt így készítjük el. És bizony meg kellene fogadni Gábornak a tanácsát, aki ezt a 30 négyzetmétert mondta, és ha bonyolult a felület, akkor még sűrűbben is. Dilatációt kérdezi valaki, hogy hova rakja. Német József továbbra is állítja, hogy már pedig nem kell dilatáció, hiszen ő 30 évig Németországba így rakta. Meg is kapta hozzá a röhögő fejeket, és nem alaptalanul, mert dilatálni pedig kellene. Ö, nagyon oda kell figyelnetek arra, hogy kitől milyen tanácsot kaptok. Számomra egyértelmű volt, hogy itt kimondja a jót és a rosszat, de nem biztos, hogy mindenkinek. István továbbra is váltig állítja, hogy te azt hiszed, hogy kell dilatáció, az nem biztos, hogy így van. A gyakorlat bizonyítja az igazát. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az, hogy valami egyszer-kétszer sikerült, az bizonyítana bármit. Nagyon javaslom, hogy figyeljetek oda erre a dilatáció kérdésre, mert dilatáció nélkül nem jó parkettát lerakni. És hát aztán volt, amit talán megfogadtak. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy a sztori vége mi lett. Úgyhogy, ha ezt láttátok, hallottátok, vagy netán részesei voltatok ennek a megbeszélésnek, akkor megköszönöm, hogy ha, ha megírja valaki, hogy ennek végül mi lett a, a befejezése, és végül lett-e dilatáció, vagy nem. A saját történeteim közül kettőt osztanék meg veletek. Az egyik egy olyan családdal esett meg, ahol egy értelmiségi, egyébként nagyon jó képességi hozzáértő házaspár volt, természetesen nem az építőiparhoz értettek, kettőjüknek egyébként annyi diplomája volt, ami egyébként egy tankörnek a dicséretére válna. Hát ők ragaszkodtak ahhoz, hogy már pedig készítsünk nekik olyan padló burkolást, méghozzá bambusz parkettából, ami nincs eldilatálva. Két nagy szoba mondjuk így volt egymás mellett, a későbbiekben elképzelhető volt, hogy további felosztása lesz ezeknek a helységeknek, de az építés időszakában nem kívánták ezeket a szobákat válaszfalakkal feldarabolni, de a helyiség közepén volt egy nagy teherhordó fal, abban két ajtó, és azt szerették volna, hogyha a burkolat megszakítás nélkül egyik helyiségből a másikba átfut, méghozzá mind a két ajtóba. Nem is lett volna ezzel semmi baj, ez nagyon szépen össze lehet tehát hozni az egészet, de mondtam, hogy viszont az ajtónyílásban mindenképpen kell egy dilatációs fugát kialakítani, hiszen ez a nagy természetes anyagú burkolat elkezd mozogni, már pedig a páratartalom változása biztos mozgásokat idéz elő, akkor nagyon csúnya világ lesz. Nem sikerült átvinnem ezt az elgondolást, és végül egybe rakták le. Egyébként ez egy nagyon aggályos dolog. De becslet szavukat adták, hogy ha fel fog puposodni, akkor nem fognak garanciális igényel élni. Elmondtam nekik, hogy akkor el kell majd vágni a burkolatot. Nyilván nem lesz egyszerű az ajtó nyílásban, és oda majd, ha nem is küszöböd, de legalább egy burkolatváltót kell tenni. Hát gondolhatjátok, nem telt bele egy év, változtak az évszakok, változott a páratartalom, és már jelentkeztek is, hogy bizony nagyon felpuposodott hát közel 10 centit fel magasodott a nyílásban a burkolat. Tartottam is tőle, hogy esetleg valami komolyabb károsodás bekövetkezik, de szerencsére nem. Természetesen a parkettás megmondta, hogy ő ezzel nem foglalkozik. Ő megmondta, hogy ez nem lesz jó, tudta, hogy nem lesz jó. Főzzük meg, amit, akart, amit csináltunk. Úgyhogy mit volt mit tenni? Fogtam, a megfelelő asztalos felszerelésemet, és szépen elmentem ehhez a házaspárhoz, és végigvágtam ezt a másfél méteres küszöbb szakaszt, szenvedtem bele, mint a csuda, mert beszorult a fűrész, füstölt a lap, sok-sok szenvedés árán csak sikerült átvágnom, és utána még kimartam annyi fanyagot fa középről, hogy ott egy közel egy centiméteres hézag keletkezzen, amit aztán egy takaró létszel le tudtak takarni teljesen kultúráltan, és megoldódott a dilatáció problémája a másik hajtóküszöbnél. Ugyanez megtörtént, helyre került a dolog. Aztán egy hasonló dolog történt, egy másik házaspárnál ők egyszerűbb emberek voltak, gyárban dolgoztak, de ők is nyilván képzettek voltak, és az istennek nem akarták megérteni, hogy a Kádár kocka tetőterében egy bonyolult alaprajzú nappali helységet meg kellett dilatálni. Ez a nappali, nem is tudom hány szögletű volt, volt benne kiugró, beugró, egy lépcsőház is belenyúlt. Tehát egy tagolt alaprajz volt, hol elvékonyodott a burkolat, hol kiszélesedett, és éreztem, hogy ez így nem lesz jó. Különösen úgy nem, hogy egyes helyeken nehéz bútorokkal le volt súlyozva a burkolat. Tehát ott biztosan nem mozgott volna. Hát gondolhatjátok a történet végét, cefetül elkezdett az egész mozogni, és itt is egy nagyon csúnya puposodás keletkezett, amit végül szintén úgy lehetett megoldani, hogy átvágtuk a burkolatot, akkor visszasüllyedt, de mindezt meg lehetett volna előzni, ha akkor úgymond ezt elfogadják. Ez olyan régen volt, hogy nem találtam erről a fényképeket, biztos, hogy elő tudnám keresni, de aktualitása most van ennek a dolognak, őszi, téli idők, belső munkák, páratartalom az változik, és legyen szó bármilyen halott anyagról, bármilyen laminált parketta vagy egyéb, biztos, hogy fog mozogni a burkolat. És akkor nézzük meg, hogy mi történt itt az interneten, hogyan adták és kapták itt az ütéseket az emberek ezzel a laminált, illetve laminált parkettás témával kapcsolatban. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mi lett a történet vége, és végül lett a -e dilatáció, avagy nem. Én örülök, hogy itt vagytok, követitek a csatornát, örülök, hogy ilyen sokan feliratkoztatok, nagyon komoly a csapat, és azt gondolom, hogy nagyon jó kommunikáció zajlik itt. Remélem, hogy sokan kaptok jó tanácsot, és sokan megfogadjátok. A hangulatért pedig külön köszönet nektek, mert tényleg jól érzem magam, és örülök, amikor kinyitom a konnemet szekciót, ez egy nagyon jó kis buborék, amiben itt mi benne vagyunk. Én azt gondolom, sokak számára hasznos ez is visszajön. Sokan írtok visszajelzést, és ha írtok visszajelzést, azt tényleg nagyon köszönöm. Szóval örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok! Építkezetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!